gyerünk, rajta indulj, Kajla, járjuk be az országot. Kajla a Fürge kis magyar vizslakölyök vezetésével albumok és felfedező videók mentén barangolhatják be a gyerekek Magyarország tájait, játékosan ismerkedhetnek látnivalóival, családjukkal ingyen vonatozhatnak és pecséteket is gyűjthetnek a Kajla útlevélbe. Nekem az egyik kedvencem a Gánti Bauxi Földtani Park volt, meg a Siklósi Vár, meg inkább én ilyen várakat szeretek jobban. A Kajla kampányhoz kapcsolódó országismereti vetélkedőt harmadik-negyedik osztályos alsó tagozatos évfolyamok számára hirdette meg a Magyar Turisztikai Ügynökség. A Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnázium negyedik C osztályának hétfős csapata is próbára tette tudását. Szélsek a szerencsések! Paganóné Jó Gréta osztályfőnök és Horvátné Fejner Orsolya osztálytanító vezetésével a gyerekek tudatosan hónapokon át készültek a versenyre. Sok tanórát rászántunk, meg otthon is azzal töltöttük az időt, hogy a Kajla albumokat néztük, meg a Kajla köröket, és anyukám összeírta, hogy mik a legfontosabbak, és még azokat még plusszor átnéztük, és így készültünk rá. A selejtezőkből megyénként 3-3 csapat jutott tovább az elődöntőbe. A két legjobb mérkőzhetett meg a fináléban. A szombathelyiek egy mosonmagyaróvári csapattal csaptak össze a Magyar Televízió budapesti stúdiójában. Legelőször voltak villámkérdések, volt activity és képfelismerő is. Volt még kakukktojás, olyan is volt, hogy képkockát kellett felfordítani, és hogy milyen nevezetesség van rajta. A mindent eldöntő fordulóban a brenneresek magabiztosan teljesítették a feladatokat, megszerezték a győzelmet és vele együtt az értékes fődíjat. Egy háromnapos budapesti osztálykirándulás 2 millió forint értékben. Az már szép összeg. Szerinted hogyan fog sikerülni ez a kirándulás? Mikor tervezitek? Mi az, amit megnéznétek? Hát én május végén vagy június legelején szeretnék elmenni, és Csodák palotáját szeretném megnézni. A győztes csapatnak tagja volt még Simon Emma Kinga is. Amellett, hogy a felkészülés, maga a verseny és persze a győzelem óriási élmény és öröm volt a diákok számára, alaposan megismerték Magyarország nevezetességeit. Grillusz Vilmos megyesoroló Kajla dalát pedig bármikor szívesen éneklik.